Na sziasztok srácok, úton vagyunk a Snowetekre, jelenleg még Olaszországban vagyunk. Viszont, köszönöm szépen, körülbelül még 4 óra vezetés van hátra. Reggel 4-kor keltünk, szóval azért vannak ezek a nyúzott helyek. Nem, 3:30-kor. Nem is aludtam el. Krisztóf nem is aludt egész éjjel. Úgyhogy útnak indulunk. A kamerát elraktam, ugye, ami a kocsi mögött itt volt? Van. Saját kameráját elüti. Annyit kell tudnotok, hogy tavaly szerintem nektek is, meg nekem is, talán ez volt a legfárasztóbb hetünk. Nagyon-nagyon keveset aludtunk, nagyon-nagyon... Sokat sietünk. Nagyon sokat sietünk, igen, a 7 napból azt hiszem egyszer. De ez nem azért, mert rossz volt a pálya, hanem azért, mert jók voltak a bulik. Hát pontosan. Jelenleg annyit láttatok egyébként, hogy hátul a kocsi az tele van pakolva. Kösz. Na most ebben az az érdekes, hogy... Nincsenek se sílécek, se snowboardok hátul, azt majd ott fogunk bérelni. Viszont annyi mindent hoztunk, és elméletileg úgy volt, hogy még Ábel is velünk jön, aki most nincs itt. Ábel! Ábel! Megérkeztünk a Snowetekre. Lesz egy hatalmas nagy vágás, holnap megyünk síelni, a ma estét viszont még valahogy eltöltjük, holnap találkozunk. Cut! Nem mutassam nektek, hogy jelenleg hol élünk mi? Ott a bejárati ajtó, itt van egy fürdő, itt egy WC, ide itt tök szép minden, és akkor van igazából ez. Krisztófnak itt a helye, hogyha tovább megyünk. Jó reggelt, Henry! Na és az van, hogy igazából Ábel alszik itt fenn, és alul bepakolta a cuccait. Ő igazából úgy döntött, hogy ezt a helyet itt a cuccainak szánja, és az én helyem az... Az igazából földre jutott. Na most tavaly is nagy káosz volt az akkori szobánkban, de szerintem itt kb. 2 nap múlva 3-szor akkora káosz lesz. Van ennek a szobának egy hatalmas nagy előnye, és ez nem más, mint hogy... Van egy hatalmas nagy teraszunk, ez nagyon-nagyon hasznos, hogyha azt veszük. Gyönyörű a kilátás innen, hogyha megnézitek. Az egész hegyoldalra rálátni. Mindenhova, és ez azért egy hatalmas nagy pluszpont. Elmegyünk egy-két órát síelni? Menjünk? Akkor találkozunk ott. Történt egy nagyon érdekes dolog, ugyanis az éjjel folyamán leesett egy rettentő nagy hómennyiség, de tényleg nagyon-nagyon nagy. Azonban másnap, amikor felkeltünk, rögtön tűző napra ébredtünk, lehetett kint körülbelül 5 fok, ami igazából adott nekünk egy olyan opciót, amit lehet, hogy jobban szeretünk még a snowboardozásnál is, vagy a síelésnél is. Elmegyünk Henryvel fotózni egyet, ugrottunk az időben, egy 24 órát kb. Arra gondoltam, hogy csinálok valami olyasmi képet, ami valahogy húzatom magam az autóval, és úgy snowboardozok, ezt nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Egyet itt, igen. Utána csinálok egyet úgy, hogy odaállok, nekidőlök a kocsinak, lefotózol, itt maradsz, nem mozdulsz, ide jövök, meg fogom nyolta a kamerát, meg ott sétálsz mellettem, te sétálni és odaraklak majd. Megjegyeztem. Időzítő lecsinálok? No, 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 it's too bad.
Én próbáltam takarítani, de a srácok nem csináltak semmit. De hogy most is takarik. Igen. Az utcán? A járdát? Nézd az embereket, figyelj! Konkrétan egy hete nem takarítottunk ebben a szobában, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan. Hát ez az egész, ez így néz ki, viszont nyilván nem így fogjuk majd elhagyni holnap a szállást, hanem rendet rakunk. De az van, hogy konkrétan az összes napunk abból állt, hogy felkeltünk egy körül, elmentünk síelni, hogyha elmentünk síelni, és utána kezdődtek úgy, hogy az esti bulik előről, szóval ez a vlog több mint valószínűleg elég rövid lesz, de tényleg nem történt úgymond semmi hatalmas extra dolog. Azt lesz, hogy elment majd vadászgép itt a hegyekben, de ennek erre megpróbálom valami vicceset csinálni. Srácok! Arra gondoltam, hogy megidézünk egy lavinát. Az hogy kell? Van ilyen? Nézzük már meg, hogy how to idéz lavina. Idéz lavina. Amúgy nem tudom, kinek az internetje vagyok rajta. Barnier. De ne, de az enyémet lop. Ez nagyon mondjuk, az ilyen lassú. Ábel! Itt vagyok, minden oké! Megpróbálok kimászni! Ábel? Hogy te rossz. Na, viszont az van, hogy időközben összepakoltunk már, ott még nem, de pakolászunk. Egész rend lett hirtelen itt az egész apartmanban. Ábel kiszedi, még el is mosogattunk, ezek szerint, én erről nem tudtam. Hát össze van söpörve. Igen. Csak fel kell még porszívózni. A lavinát, ez milyen volt újra? Ebből azt mondta, hogy ha a lavinába estek, soha ne legyen ilyen veletek, de azt mondta, hogy köpni kell, és akkor tudjátok, vagy hogy... Vagy is ilyen. És akkor mi magamra visszaesik az egész? Hát igen, hogy tudjátok. Hát akkor inkább jó, az első, mint a második. Egyébként szerintem poén volt. Most nem magyaráztad el, hogy miért kell köpni. Hát, mert ugye nem tudjátok, hogy fejjel lefele vagytok-e a hóban, vagy pedig nem, de ezt nem tudom elképzelni amúgy. Majd, ha fejjel lefele vagy, akkor érzed a fejedbe, hogy többet telem... Nem, mindenhonnan nyom így a izé hó. Annyira szoros? Igen. Bevágok ide egy jelenetet, nagyon para egyébként, hogyha lavina van. Itt fenn a pályán egyébként sokszor ki volt írva, és le voltak zárva pályák a tegnapi nap folyamán, hogy lavina veszély miatt nem lehetett rámenni. Viszont érdekelre sokan voltak, akik ott mentek, szóval ezt így nem tudom, így én inkább elengedtem. Minden esetre, de itt az ide szerintem, hogy lezárjam ezt a vlogot. Úgyhogy srácok, beraklak titeket ide a mikróba addig. Köszönöm szépen nektek a mai figyelmet, illetve az eheti figyelmet, remélem tetszett. Ha még nem vagytok feliratkozók, úgyis tudjátok gameplay csatornán lent a leírásba. Ezzel egy kicsit elcsúsztam, mert el február 1-re ígértem, hogy indul a gameplay csatorna. Felvettem már videókat, de még nem volt időm megvágni. Ez a videó is eléggé nehezen állt össze így a hét folyamán. Viszont tényleg igyekszem visszaszerezni a hangomat, és köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem tetszett ez a videó. 2 perc? Mi? 900 watton 2 perc. Jó. Sziasztok!